Befagyott a Balaton. Keszthelynél összefüggő jégpáncél keletkezett ma reggelre a partmenti területeken. Elsősorban a tó nyugati medencéjében jelent meg a jégpáncél, de a déli part egyes részein is befagyott a víz. A jegesedésnek nem csak a kemény hajnali fagy, hanem a szélcsendes idő is kedvezett. Mínusz 8 és mínusz 6 fok közti hőmérséklet lesz az elkövetkező hajnalban, így tovább hízhat a jégpáncél. Ezt követően azonban enyhül az időjárás. Csütörtök estétől hideg front érkezik a Kárpát-medence fölé, így is mínusz 4 és mínusz 6 fok közt alakul a hajnali hőmérséklet, azonban napközben akár 5 fokig is felkúszhat a hőmérő hikany szála. A front erős széllel érkezik, emiatt feltöredezhet a Balaton jege. Az előrejelzések szerint nem várható az elkövetkező hetekben, hogy korcsolyázásra, sportolásra alkalmas legyen a jégpáncél. A hatóságok figyelmeztetnek, tilos és életveszélyes a Balaton jegére menni. A nyugalomba jutott víz egyre inkább hát idézőjelesen zavartabbá válik. Ugye ez a szélerősödés elsősorban például a csütörtökön érkező hidegfronthoz lesz majd köthető. Ekkor már élénk erős széllökések azért már megtörhetik ezt a jeget, meg illetve ezt a jegesedő folyamatost is megzavarhatják, illetve ma egy csütörtök után is azért inkább élénk lesz a légmozgás, időnként megerősödhet majd, úgyhogy ez a nyugodtabb, tényleg gyakorlatilag szélcsendes időnek meg vannak számolva idézőjelesen az órái, tehát mindenképp így a légmozgás is egyre inkább megélénk, illetve meg is erősödik majd.